Újabb adócsökkentések és béremelések várhatók 2018-ban. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, az alapvető élelmiszerek, mint a halfélék és a sertéshús, továbbá az internet használat áfa csökkentéséről adott tájékoztatást televíziónknak. Emellett az új évben sor kerül a minimálbérek emelésére, valamint jelentős kedvezményekre számíthatnak többek között a kis- és középvállalkozások is. Folytatódott az alapvető élelmiszerek áfakulcsának csökkentése az új év kezdetével. 2018. januárjától a sertéshús és az étkezési halfélék 27%-ról lecsökkentve 5%-os áfakulccsal kaphatók. Vigyázni kell azonban az árösszehasonlításnál, hogy miként is számolunk, hiszen a vásárlók ilyenkor elvárják, hogy ez a változtatás megjelenjen a fogyasztói árban, fogalmazott Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. 27%-ról 5%-ra csökkent az áfakulcs, ott a fogyasztói árnak a decemberi árhoz képest január első napjaiban körülbelül 17%-kal kell csökkenni. Később persze ez változhat, és erre volt példa a korábbi áfakulcs csökkentéseknél, ahol a döntő ok az volt, hogy a különféle élelmiszerek, érintett élelmiszerek alapanyagára változott, és ezt mind a feldolgozó, mind a kereskedő kénytelen továbbhárítani. Persze fordítva is igaz, hogyha az alapanyagár csökken, akkor most áfakulcs csökkentéstől függetlenül, akkor lefelé mozdulhat el a fogyasztói ár is. Tehát a vásárlók közösségében jól járnak. Csökken továbbá az internet használat áfakulcsa is, amely a korábbi 18-ról 5%-ra mérséklődött. Ennek következtében az internetezés olcsóbbá válhat. Az újévi változtatások jó hatással lesznek a kereskedelemre, tette hozzá Vámos György. Az áfacsökkentés tulajdonképpen mindenkinek kedvező. A vásárlónak azért, mert olcsóbban jut élelmiszerekhez, és az említett alapanyag hullámzások miatti fogyasztói árváltozások, azok annyit jelentenek, hogy bármennyi is a fogyasztói ár éppen a boltban, hanem 5%, hanem 27% lenne az áfakulcs, akkor bizony több lenne. A költségvetésnek ez első pillanatban egy veszteséget jelent, ugyanakkor hosszabb távon lehet számolni egy forgalombővüléssel is, hiszen ez egyértelműen bebizonyosodott az elmúlt időszakban. A másik óriási hatás a piac tisztulás. Sajnos az élelmiszerpiacon is jelen van a feketézés. Ott, ahol viszont 5% az áfakulcsot, gyakorlatilag értelmét veszi. Másik oldalról viszont, ami nagyon fontos, hogy a boltosok számára tisztességesebbé, tisztábbá válik a verseny. Az áfakulcs csökkentése előnyös a mezőgazdasági termelőnek, az élelmiszerfeldolgozónak és a kereskedőnek, legfőbb nyertese pedig a vásárló, emelte ki a szakember. Január 1-től kedvezőbb lesz azok helyzete is, akik hosszabb távon kívánják bérbeadni lakásukat. Nekik ugyanis ez évtől már csak 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetniük. Jelentős kedvezményekre számíthatnak továbbá a kis és közepes vállalkozások, mivel idén kevesebb lett a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó összege. Ez pedig több mint 200 milliárd forintnyi plusz pénzt hagy a magyar vállalkozásoknál. 2018-tól több ágazatban is emelkednek a bérek, magasabb fizetésre számíthatnak többek között a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatási és az állami vállalatok alkalmazottai, valamint 2010-hez képest duplájára nő a minimálbér.